A koronavírus járvány hatására a szokásos tavaszi vízúró leolvasások elmaradtak. A kiküldött számlákon a szolgáltató feltünteti a várható ellenőrzések idejét is. Társaságunk 51 településen szolgáltat, több mint 100 000 fogyasztóval állunk kapcsolatban. A leolvasásokat megpróbáljuk ugye rugalmasan, ez egy elég nagy szám és elég nagy terület, de ezeket a leolvasásokat szükséges és muszáj megcsinálnunk ugye augusztus végéig, hogy mindenki a megfelelő fogyasztásnak megfelelő számlát tudja készhez kapni. Többször találkozunk azzal, hogy lopják a vizet, mondja Takács Péter. De az esetek döntő többségében ezek a cselekmények felderítésre kerülnek, és minden ilyen esetnek jogi következménye van. Nagyon leleményes a magyar ember, úgyhogy már sok mindennel találkoztunk igazából, amivel próbálkoznak az emberek, de előbb-utóbb minden kiderül, és ugye nyilván akkor az előbb említett szankciók azok életbe lépnek velük szemben. Augusztus végéig a lakossági mérőórák leolvasása megtörténik, a társasházi mérőket is még egyszer leolvassa majd a szolgáltató. Erre szeptemberben kerülhet sor. A járvány miatt valószínűsíthető, hogy megnőtt a vízvételezés a háztartásokban. A társaság el akarja kerülni, mondta Takács Péter, hogy a végszámla olyan összeget tartalmazzon, mert jelentősen megterhelné a fogyasztók pénztárcáját.